Képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Április 3-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon, a tét óriási. Arról fognak dönteni a magyar emberek, hogy visszatér-e a kudarcos Gyurcsány bajnai korszak, vagy sem. Emlékezzünk rá, hogy Gyurcsányék idejében nem volt rezsicsökkentés, hanem háromszorosára emelték a gáz és kétszeresére a villany árát. Eltörölték a családtámogatásokat, megszüntették az otthonteremtési kedvezményeket, és elvették a 13. havi nyugdíjat is. Most is erre készülnek. És ha Gyurcsányék visszatérnek, akkor a megszorítások mellett meg fogják nyitni a határokat is az illegális bevándorlók előtt. Tennék mindezt akkor, amikor az illegális migráció 2015 óta nem látott nyomást helyez a rendvédelmi szervekre. A migránsok egyre agresszívebbek, egyre szervezettebbek, és egyre nagyobb létszámú csoportokban támadják a magyar határt. Több felvétel is igazolja, hogy nem igazak azok a baloldal által megfogalmazott állítások, miszerint a migránsok soha nem agresszívek és nem bántanak senkit. Sajnos a határtőrző rendőreink és katonáink, akik Magyarország szuverenitását is védik egyben, minden nap szembesülnek ezzel az agresszióval. Az ő beszámolóikból is tudjuk, hogy gyakran csuzlikkal, paritjákkal, nagyméretű farönkökkel támadnak rájuk, de volt, akinél fegyver is volt. Előfordul, hogy a migránsok akár 40-50 tagú szervezett csoportokban szeretnének bejutni Magyarországra, őket pedig embercsempészek segítik. A statisztikák szerint idén már több erőszakos támadás érte a határt őrzőket, mint 2021-ben, az előző évben összesen. És a helyzet nem fog javulni. Ma ismét káosz és polgárháborús állapotok uralkodnak Afganisztánban. A legtöbb elemző szerint a tálib uralom alatt az ország ismét az iszlamisták és a terroristák melegágyává válik, és már is tízezrek hagyták el az országot, és indultak meg Európa felé. Látjuk azt is, hogy az afganisztáni helyzet nélkül is erősödik az Európába irányuló migráció. A balkáni migráns útvonal újra megtelt, a migránsok bejutását a sorosféle NGO-k pénzzel és szervezési segítséggel továbbra is támogatják. Ezt mi, magyarok is tapasztaljuk határainknál. Ugyanis hazánkban is aggasztó mértékben emelkedik az illegális határátlépési kísérletek száma, és növekszik az embercsempész hálózatok aktivitása is. 2021-ben összesen 122.000 határsértőt tartottak fel a magyar hatóságok, és 2.200 embercsempész ellen intézkedtek. A 2022 első másfél hónapjában pedig tovább nőtt a migrációs nyomás. Idén már több mint 21.000 migráns próbált betörni az országba. A tendencia egyértelmű, félő, hogy Magyarországnak fel kell készülnie egy újabb, akár a 2015-ös illegális bevándorlás során tapasztalt migrációs hullámra is. Ugyanakkor megnyugtató, hogy a határkerítés áll. A jogi határzár szigorú szabályai továbbra is érvényben vannak. Számíthatunk rendőreink és katonáink példás szolgálatára is, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy garantálják hazánk stabilitásának és biztonságának fenntartását. Köszönjük áldozatos helytállásukat, szolgálatukat. Tisztelt ház! Felháborító és veszélyes, hogy a baloldal az illegális migráció elleni védekezést folyamatosan támadja. Sőt, továbbra is nyíltan bevándorláspártiak. Gyurcsányék folyamatosan bírálják a határvédelmi intézkedéseket, lebontanák a kerítést és beengednék a migránsokat. Nagyon úgy fest, hogy a baloldalon nem akarják tudomásul venni, hogy a magyarok már egyszer nemet mondtak a bevándorlásra. Jól emlékszünk, amikor Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat. De Karácsony Gergely is lebukott már tavaly, amikor egy német liberális magazinnak azt nyilatkozta, hogy ők továbbra is bevándorláspártiak, csak ezzel nem célszerű kampányolniuk Magyarországon. És látjuk, hogy a baloldalon semmi nem változott. A Gyurcsány koalíció legújabb miniszterelnök jelöltje azt mondta a bevándorlással kapcsolatban, hogy az integrációnak vagyok a támogatója, a migráció egy létező jelenség, teljes mértékben megszüntetni pedig lehetetlen. Mi magyarok ebből nem kérünk. Az ilyen nyilatkozatok újra és újra bizonyítják, hogy az ország védelmét nem lehet a baloldalra bízni. Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra, a magyar emberek biztonságának garantálásához meg kell akadályoznunk, hogy visszatérjen a Gyurcsány bajnai korszak. A kormány az illegális bevándorlás elleni harcban is számíthat a Fidesz frakcióra, frakcióm teljes erejével a kormány mellett áll. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Halász János képviselő úr!
A kormány nevében Pogácsás Tibor államtitkár úr fog válaszolni az elhangzottakra. Önni a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. 2015 óta, az illegális migráció kezdete óta a magyar kormány álláspontja nem változott a migrációval kapcsolatban, és ez az álláspont teljes mértékben összecseng a magyar polgárok döntő többségének a véleményével is. Mindig is állítottuk, és ma is állítjuk, hogy mindazok, akik segítségre szorulnak, akik az otthonuk elhagyására kényszerülnek, azoknak az embereknek a lakóhelyükhöz legközelebb lévő biztonságos területen kell segítséget nyújtani. A migráció kezdete óta állítjuk, hogy azokat az embereket, akiket elüldöznek, azokat nem szabad máshol letelepíteni, mint sem a saját lakóhelyük közelében, a saját határaik közelében. Nem a problémát kell Európába importálni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol ezek a rászoruló emberek élnek. Az ő biztonságuk, az ő jövőjük biztonsága is annak a lehetőségét kívánja, hogy otthon, a saját otthonukban élhessenek a továbbiakban is. Magyarország 2015 óta harcol az illegális migráció ellen, és gondolom mindenki emlékszik arra a gyűlölet kampányra, amely Magyarországra hullott 2015 után. Mi a kezdetek kezdete óta azt mondjuk, hogy Európa határait meg kell védeni, határkerítést építettünk, létrehoztunk egy hármas biztonságos védelmet az illegális migráció ellen, és mit ad Isten, szép lassan nyugat-európai országok hasonló módon kezdik el védeni saját magukat, illetve egyre hangosabban követelik ma már az újonnan kormányra jutott európai politikusok, hogy Európa határait a külső határokon kell megvédeni, ott kell megállítani az illegális migrációt. Persze nem kér senki azért elnézést, hogy milyen gyűlölettel foltak annak idején a magyar intézkedésekre, nem kérnek elnézést a magyar néptől azért, amiért felvállalta, kezdetektől felvállalta ezt a feladatot, hogy Európát az illegális migrációtól védje. Mint ahogy a németeknél is jól látjuk, hogy meghívtak mindenkit Németországba, majd azt szerették volna, hogy a sajátos válogatási eszközeik után azokat, akiket meghívtak, azokat szétterítsék Európába, egyébként becsapva azokat a migránsokat is, akik elindultak és elhitték azt, hogy majd Németországban a jólét vár rájuk. Úgy gondolják a németek, úgy gondolta akkor a német politika, hogy majd az számukra szükségeseket ott tartják, a többieket meg szétosztják, mondjuk elküldik Bulgáriába vagy Portugáliába, és ezzel nem csak az Európa nemzeteit tennék tönkre, hanem azokat is tönkreteszik, akiket ők maguk hívtak meg saját országukba. Kezdetektől fogva ellenezzük ezt a fajta népvándorlást, kezdetektől fogva ellenezzük a népességfogyásnak a megállítására tett ilyen eszement kísérletet. Sajnos a migráció nem áll meg, sajnos a migráció egyre erősebb, és valóban a Európán kívül egyre több konfliktus forrás van, egyre több konfliktusos terület van és konfliktusos ország van, ahonnan az emberek elindulnak. Ma már a tél sem állítja meg őket, éppen ezért szükség van arra, hogy továbbra is erősen védjük a határokat, és miközben, ahogy már az előbb kitértem rá, az Európai Unió nyugati felén is rájöttek, hogy az országukat meg kell védni, hiszen emlékszünk például, bár ma már talán az osztrák akkori kancellár nevére senki sem emlékszik, de a mondata mégiscsak izgalmas volt, amikor azt mondta, hogy ők nem kerítést építenek, hanem szárnyas kapukat. Megváltoztak, és most már egyetértenek azzal, hogy védeni kell a határokat, de azokat a költségeket, amelyeket mi fordítottunk a határ megvédésére, ezeket a költségeket továbbra sem ismerik el, és Magyarország azokat a támogatásokat, amely ahhoz szükséges, hogy a határvédelmet továbbra is fenntartsa, ezt az Európai Unió nem biztosítja. De mi már azzal is elégedettek lennénk, hogyha az Európai Unió a saját határait hatékonyabban védeni, megállítaná a határoknál a migrációt, és olyan lehetőséget teremtene, hogy a otthonukból elmenekülőknek a saját hazájukhoz közel legyen idejük átvészelni a nehéz időszakot, hogy aztán visszatérhessenek oda, ahol születtek, ahonnan származnak. Köszönöm szépen, elnök.